A rájátszás záró fordulójában egy hosszú túra végén lépett pályára Sopronban az NKS. Mindkét edző a fiataloknak szavazott bizalmat a mérkőzésen. Az első negyedet 2, a másodikat 3 ponttal nyerték a hazaiak. Fordulás után sem változott a játék képe, mindkét negyedben több pontot dobott a Sopron, amely végül 12 ponttal nyerte meg a találkozót. Szerintem a Sopron is tisztában volt vele, hogy nekünk is már alig maradt játékosunk a junioron kívül. Ők készülnek a junior A döntőre, mi készülünk a junior B döntőre, és úgy gondolták a soproniak, hogy megmérettetik a fiatalokat ellenünk. Ez nagyon jól sikerült egyébként, a szenzációs mérkőzést játszottunk. Jó volt mindenkinek a felkészülés szempontjában, mi is igyekeztünk a mi juniorjainkat is pályán tartani, hogy megnézzük, hogy itt az elkövetkező napokra mennyire sikerül összeállni egy jó csapat ellen, mert azért ez egy jó szerkezetű Sopron volt. Békében, barátságban elment a mérkőzés, korrekt jó játékvezetése, szerintem mind a két csapatnak jól szolgálta a felkészülését a következő junior mérkőzésekre. Az amatőr NB1-et a csatadíjese nyerte az MTK TFS-e előtt. A nyíregyházi kosársuli 3 győzelemmel és 7 vereséggel az 5. helyen végzett. Itt azért egyértelműen látszik, hogy azok a játékosok, akik az előző szezonban még egy ilyen asszisztáló szerepkörben voltak a pályán, most erre az évre meghatározó játékosokká nőtték ki magukat. A junioroknak egyértelműen segít az, hogy ők nagyon kemény és nagyon jó mérkőzéseket játszanak a juniorban. A többieknek is segít az, hogy most olyan élvonalbeli csapatok ellen sikerült játszani, amit azért régebben nem igazán tudtunk elképzelni, hogy milyen csapatok ellen is föl tudjuk venni a versenyt. Ettől függetlenül természetesen ott vannak a szakadékok, mert azért egyértelműen látszik, hogy azért masszívabbak, erősebbek, gyorsabban játszák ezt a játékot, tehát egyértelműen látszik, hogy pontosabbak. Tehát az az edzésszám, ami különbség van az ő edzésszámukban és a miénkben, azért az ezeken a mérkőzéseken azért látványosan kijött. Mi a szívünket, a lelkünket tettük oda, és ez volt az, ami szerintem ezt a csapatot előre vitett ebben az évben. Pénteken kezdődik a lányok junior B döntője, amelynek a nyíregyházi kosársuli lesz a házigazdája. Szeretnénk egy olyan országos döntőt rendezni a lányoknak, ugye, akik utolsó évesek a junioroknál, hogy emlékezetes legyen. Tehát ugye voltunk már több olyan országos döntőn, ami úgy elsiklott. És úgy gondolom, hogy országos döntőnek azért mindenféleképpen meg kell, hogy legyen a sava borsa. Tehát, hogy mindenki érezze azt, hogy ebben az évben mindent megtett azért, hogy egy olyan közegben játszon. Ezért vágtunk bele ebbe a döntő rendezésébe. Egyébként szerintem aránylag jó csapatok fognak megmérkőzni egymás ellen. A torna pénteken 10 órakor a Beac Újbuda Zalaegerszeg mérkőzéssel rajtol. A nyíregyházi kosársuli 18 órai kezdettel a Sopron B csapata ellen lép pályára a Szent Imre csarnokában. A döntőben vasárnap 16:30-kor dobják majd fel a labdát.